Milyen tisztelt zsűri, kedves diáktársak, tisztelt hallgatóság! Mint ahogy a bevezető gondolatokban hallhattuk, mi már a Z-generáció gyermekei vagyunk, és mint ilyenek, kijelentem önöknek, mint többek közt én is, potenciális kivándorló. S az iskolai évek befejeztével ott lebeg fejünk fölött a kérdés, mint Damoklész kardja, hogy menjek vagy maradjak. Heroikus hazafiasság, vagy élhető munkakörülmények? Haza, vagy haszon? A mai társadalmunk mozgatórugója nem a hit, a művészetek vagy a tudomány, hanem mindezek mögött a pénz. És azt súlykolják belénk, hogy menj külföldre, s csinálj sok pénzt, és akkor majd leszel valaki. De kérdem én, mi az, mi minket embereket igazán boldoggá tehet? Kincs, hírnév vagy gyönyör? Lehet bármint özön. A telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Vélekedett Vörös Marti Mihály, magyar író, költő, ügyvéd, a magyar romantika egyik legnemesebb alakja. S valóban mit ér az ember, hogyha az egész világot megnyerné is, de itt belül a lelkét elveszíti. De nehogy abba a csapdába essek, hogy csak tézisekről filozofálok itt önöknek, jöjjön egy példa, méghozzá elődeim példája. Akik közelebbről ismernek engem, mindannyian tudják, hogy sváb nemzetiségi vagyok. A második világháború után a svábságot, mint kollektív bűnösöket kezelték, és a magyar svábság közel felét kitelepítették az országból. És tudják önök, hogy ezek a szerencsétlenül járt emberek mit vittek magukkal? Nem bútorokat, porcelánokat, az addig élt életük anyagi ingóságait. Csak néhány ruhát és az elődeik fejfáját vitték magukkal. Ők megmutatták, hogy még a legnyomorúságosabb pillanatokban is fontosabb az erkölcs, mint az anyagi javak. És nem szabad, hogy az anyagi javak megborítsák az értékrendünket. Hisz maga Jézus Krisztus, ha már keresztény vagyok, stílszerű, ha az őt izézem, azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak tovább kincseket itt a földön, hol moly és rozsd elmészt. S betörnek, s lopnak tolvajok. Minél inkább gyűjtsetek magatoknak kincseket az égben, hol sem moly, sem rozsda nem emész, s nem törnek be, s nem lopnak tolvajok. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Vajon Jézus erre azt akarta mondani, hogy nincs szükségünk pénzre? Nem, hisz a pénz az oltalom. Vagy hogy nem járhatnánk külföldre? Egyáltalán, sőt, arra kérlek titeket, kedves diáktársaim, hogy lelketek közeli és távoli helyeket járjon be egyaránt. És ígérem, a szemetek meg fog telni könnyen. Látva azt, hogy mennyi a bűn, és mennyi az elnyomottak száma, pedig boldogságra termett minden ember. Igazságot adni a világnak, egy élhetőbb életkörülményeket. Ez a mi feladatunk. De mint minden globális problémát, először itt helyben, lokálisan kell megoldanunk. A megyénkben, az otthonunkban. És hogy nekem mi az otthon? A Bűklábától a Zemplénig ér. A Hernád és a Sajó völgye. És mikor szombatesténként a barátokkal felmegyek az avasi kilátóba, s letekintek az acélvárosra, látom annak minden szépségét, de minden hiányosságát is. Ezért hát a mi feladatunk nekünk, a megye s Miskolc ifjainak, hogy olyan életkörülményeket teremtsünk, ahol érdemes legyen dolgozni, ahol lesz még orvos, aki megvizsgál, lesz még jogász, aki igazságot ad, és lesz még szakmunkás, aki felépíti a házakat. És remélem, hogy akik eltávoztak közülünk, külföldre mentek boldogulni, majd egyszer visszatérnek. De tegyük félre most a nagy szavakat. Inkább beszéljenek a cselekedeteink. Az első lépéseket ma kell megtennünk, nem holnap vagy holnap után. Hisz tudjuk, minden Démoszthenésznél szebben beszél a tett. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelt zsűri, kedves hallgatóság! Ha egy fiatal szerelmet szeretne vallani kedvesének, talán egy szép radnót idézettel kezdhetné.
Mióta tűnődöm, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Ugye milyen romantikus? Aztán egyre jobban megismerik egymást, egymás családját, végül házasságot kötnek. Vagy mégsem? Hova lett ez az utolsó stáció? A 21. század embere, aki minden újat elfogad, vagy mondhatnám azt, hogy minden régit elvet, miért tekinti elavult intézménynek a házasságot? Valóban az? Valóban nincs szükség rá? Hogy forgatom a szerencsi híreket, látom benne, hogy a születések száma körülbelül ennyi helyet foglal el, halálozások száma legalább háromszor annyit, de a házasság kötések számát még nagyítóval is nehezen tudom megtalálni. A minap éppen erről értekeztem az unokatestvéremmel, és ő is azt mondta, hogy minek a házasság? Ez az csak egy papír. Mi anélkül is szeretjük egymást. Valóban fontos ez? A házasság fontosságát egy egyszerű példával szeretném önöknek szemléltetni. Hoztam önöknek három nem egyformára hajtott papírdarabot, és most ezeket összetöszem. Önök szerint, hogyha kettőt teszek össze, azt nehezebb elszakítani, vagy ha hármat? Természetesen, hogyha hármat. Ilyen a házasság is. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy a házasság olyan, mint a hármas kötél. Tartós, nem két szából való. És amit Isten egybe kötött, ember ne válassza szét. És valóban a házasság egyfajta kapcsolat, nem csak a házastársak között, hanem a házastársak és Isten között is egyfajta megbecsülést, tiszteletet mutat a házastárs felé. Tudom, hogy ez nem könnyű, sokszor nagy próba, és nézékel korom miatt én még ebben tapasztalatlan vagyok. De remélem okfejtésem elnyerte tetszésüket. Ha mégsem, gondoljanak arra, hogy még nem vagyok elég érett hozzá, vagy nincs elég tudásom, hogy ezt a fát ki tudtam volna dönteni, amiben belefogtam. De mégis gondoljanak arra, hogy ezt a fának a kidöntését nem a magam keftelése miatt kezdtem el, hanem azért, hogy az önök kíváncsiságát kielégítsem. És minél inkább vállaltam ezt a számomra még ismeretlen terepet s lehetetlennek tűnő feladatot, semmint annál, hogy megfutamodjak a feladat elől. Köszönöm szépen a figyelmet!